Szepesi Tibor, a Dérinél Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az augusztus 20-ai rendezvények mindig a hagyományosan megrendezendő, kiemelten fontos események közé tartoznak. Üdvözlöm Szepesi Tibort, a Dérinél Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár igazgatóját. Itt vagyunk az augusztus 20-ai rendezvénysorozat kezdetén Karcagon. Melyek a további programok, és melyek voltak azok, amelyek már megtartásra kerültek? A napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Valóban az augusztusi programok vették most kezdetüket, amely azt gondolom, hogy ha egy picit visszatekintünk az egész évre, akkor nagyon fontos rendezvény, hiszen hagyományos rendezvényeink sorába tartozik. Egy picit rendhagyó abból a szempontból, hogy az előző hagyományos rendezvényeinket, gondolok itt a birkafőző fesztiválra legkülönösebben, ugye a járvány miatt nem tudtuk megszervezni, tehát hosszú-hosszú idő óta talán az első olyan rendezvény, amely a szabad térben egy picit a hagyományokra épülve megrendezésre kerülhet, még ha egy picit szigorított formában is. Ugye a tegnapi napon vette kezdetét a programsorozat, ahol az ünnepélyes zászló felvonást követően Fazekas Sándor és szerzőtársai által írott könyv, amely elsősorban a vidékről, arról a 10 év miniszteri munkáról szól, amelyet Fazekas Sándor agrárminiszterként töltött. A mai napon természetesen a délelőtti órákban a hagyományos katolikus szentmise és körmenet került megrendezésre, megszervezésre Karcagon. És hát most a délutáni órákban az ünnepi testületi ülést követően a még hagyományosabb arató felvonulásra került sor. Egy picit más helyszínnel, egy picit változtatott formában ügyelve arra, hogy azért a tömeges rendezvény része ne kerüljön megtartásra, de mégis látványos legyen, ugye a lovak, a fogatok és a nagy mezőgazdasági gépek felvonulása. És közben, amíg itt várakoztak a legfiatalabbak, ugye számukra szerveztünk egy kézműves foglalkozást, illetve óriás bábok bemutatkozása, játéka volt, amiben egy picit talán interaktívan be is tudták vonni nem csak a gyermekeket, hanem az aktívabb szülőket is. Folytatódik itt a Múzeumparkban a kézműves foglalkozás, szerintem még itt a hátam mögött is, ahogy elnézem, még a gyerekek igen szép számmal vannak. Az esti órákban pedig, már most azt mondom, hogy ez is egy hagyományos programeleme az augusztus 20-ai programoknak, amikor a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertjével ér véget a nap a Városháza előtti téren. Ez is egy picit változott formában, hiszen el kellett kerítenünk magát a rendezvénytért, és erre a térre csak a jogszabály által előírt 500 főt tudjuk beengedni, de azt gondolom, hogy aki esetleg nem fér be, az is nyilván egy szimfonikus zenekart egy picit távolabbról is egészen bátran meg lehet hallgatni, és figyelemmel lehet kísérni az ő programjukat. Miért fontos a karcagiak életében a hagyományozásán kívül az ilyen és ehhez hasonló típusú programok? Igen, ahogy ön is mondja, elsősorban természetesen a hagyományőrzés, hogy a fiatalok is megismerjék azokat a lehetőségeket, elemeket, életmódokat, amellyel elődeink éltek, de azt gondolom, hogy közösségépítő szerepe is van mindenképpen, hiszen ahogy elnéztünk, nem csak az idősebb korosztály, mint a legkisebbek a csikós bemutatót örömmel nézték, unokák, nagyszülőkkel, dédunokák, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb az talán a közösségépítő szerepe. A rendezvényen számos érdeklődő volt jelen, akik elmondásuk szerint élvezettel kísérték végig a programokat, és külön öröm volt számukra, hogy nem csak a felnőttek, de a gyerekek is megtalálták maguknak a kedvükre való elfoglaltságukat. Én meg vagyok elégedve, mint általában ezt tudom mondani itt szervezett rendezvényekre, hogy mind színvonalas, meg hogy mondjam, mindenkit kielégíthet a gyerekektől kezdve a felnőttekig. Ezek a gépes bemutató is, tehát én elégedett vagyok, meg jónak tartom a szervezést tényleg. Csak köszönet azoknak, akik szervezik itt a műsort. Nagyon jó, ugye gyerekes anyaként még különlegesebb, hogy eljöhetünk. Neked tetszettek, Zsófi?
tetszett? Nagyon jó. Nagyon szereti a kislányom a lovakat, a traktorokat, tehát ez kifejezetten gyerekprogram. Tehát én örülök, hogy eljött, meg örülök, hogy vannak ilyen programok itt. Nagy Emese, a Bengecseg Alapítvány vezetője elmondta, hogy színi előadással és három kézműves foglalkozással tették színesebbé a napot. Mi általában a helyi hagyományokra, a helyi értékmentésre építünk a foglalkozásaink kapcsán, és leginkább a polgári kultúrából, a parasztpolgári kultúrából, illetve a pásztor kultúrából szoktuk az elemeinket szedni. Így most az egyiket a bútorfestés technika tanulásával mutatjuk meg a gyerekeknek, a pásztor kultúrából pedig a gyapjú feldolgozása, nemezelés technikát tanulhatják meg, valamint van még egy kis foglalkoztató asztalunk, itt a szellemi értékeinket tanulhatjuk, rögzíthetjük meg, ahol kirakójáték, illetve memóriajáték, unsági motivumokkal ellátott játékokkal lehet ügyeskedni, foglalatoskodni. A 2-3 éves gyerekek szülői segítséggel, de egészen a nyugdíjas korosztályig, akik nem csak kísérőként jelentkeznek, hanem önállóan is beszoktak kapcsolódni az alkotó munkába. Elsősorban a módszertanunk, amivel készülünk, gyerekeknek szól, de nagyon sokszor leülnek az asztalaink hozzá a felnőttek és az idősebb korosztály képviselői is. Ez nekünk nagyon jó. A kézműves foglalkozások a helyi hagyományokra és a helyi értékmegmentésre építenek. Azt gondolom, hogy az értékmentés, a hagyományőrzés azt szeretnénk nem egy elcsépelt fogalomként megtartani a szóhasználatunkban, hanem valóban tartalommal szeretnénk ezt megtölteni, és kunsági karcagi révén, mivel bőven lehet a helyi hagyományokból meríteni, ezért mindig nagyot tudunk meríteni, és nagyon sokrétű az a foglalkozás, amit tudunk kínálni a résztvevőknek, legyen ez egy dramatikus játszóház, vagy egy kézműves játszóház, és azt tapasztaljuk, hogy felhőtlenül tudnak szórakozni, nem fontos a telefonhasználat, lehet közben beszélgetni, bővül az ismeretük, az anyagismeret, a technikák különböző ismerete, és nagyon sokszor rácsodálkoznak még maguk is arra az alkotóképességre, arra a lecsendesült fél órára, egy órára, amíg nálunk a foglalkozásainkon részt vesznek. Tehát egyrészt az érték közvetítés, másrészt az ismeret, nyújtás, ismeretterjesztés, és a közösségépítés, vagy a közösségi lét is ugyanolyan fontos szerintem, amit itt lehet is látni, hogy spontán módon kialakulnak is beszélgető közösségek, barátságok köttetnek. Elsősorban paraszti, polgári és pásztor kultúrából szokták az elemeiket kiválasztani, amelyet a kézműves foglalkozás keretein belül valósítanak meg.